Ma a Taides és a Taindes ga alakokról tanulunk. A Taides-szel óhajt, kívánságot fejezhetünk ki egyes szám első személyben, de beszélgető partnerünk óhajára, kívánságára is ezzel az alakkal kérdezhetünk. Képzésekor a Tai a Mas forma helyébe kerül, innentől úgy kell tekintsük akár egy I melléknevet. Yasumimasu. Yasumitai desu. Pihenni akarok. Skoshi yasumitai desu. Kicsit pihenni akarok. Ha a tagadó mondatot akarunk képezni, a tai desu-ből takunai desu, vagy taku arimasen lesz. Például takai yama ni noboritaku nai desu. Takai yama ni noboritaku arimasen. Nem szeretnék magas hegyre felmászni. Amennyiben állítmányunk tárgyas ige, a tárgy partikulája leggyakrabban o helyett ga-ra változik. Nihongo no hon wo yomimasu. Japán nyelvű könyvet olvasok. Nihongo no hon ga yomitai desu. Japán nyelvű könyvet szeretnék olvasni. A következőkben figyeljük meg a taindes ga használatát. A taindes ga óhajtó alakot akkor használjuk, ha valamilyen kérést akarunk indirekt módon bevezetni. Ez az engedély, tanács, segítség kérésének egyik udvarias formája. Például Buda no ōkyū ni ikitai desu ga. Szeretnék eljutni a budai várba. Azzal, hogy óhajunkat ilyen módon felvezetjük, arra ösztönözzük a beszélgető partnerünket, hogy segítsen nekünk célunk elérésében.